baba bebe áll. Unalmas a bababár, egy-két baba kiki áll. Ketté törött a fakar, a fejedet megvakar. Míg a fejed vakarod, mocorog a sityakod. Kormos az orrom, fekete a képen, mászom a létrán, korom feketében. Jó sok a dolgom, soha ne felejtsék, söpröm a kémény, s hozom a szerencsét. Kormos az orrom, fekete a képen, mászom a létrán, korom feketében. Jó sok a dolgom, soha ne felejtsék, söpröm a kémény, s hozom a szerencsét. Bemutatkoznak a gyerekek, milyen jelmezbe öltöztek föl. Na ki lesz a legbátrabb, aki rááll erre a zsámolyra? Álljátok gyorsan, Gyuszko! Egyesében majd, jó? Mondd, hogy mi lettél, de ki is találjuk mi. Batman. Batman lett a Gyuszko. Forró, így van, forduljatok meg, hogy hagyj lásson meg, hagyj tudjon fölvenni. Forogjál egyet, Katám, így. Megfordulsz, így. Azaz, mindenki így föláll és megfordul. Jöhetsz? Minek öltöztél, Szabó Zsófi? Hótündér. Forduljál te is egyet, jó? Aj, de gyönyörűek vagytok, nem kell a nyelveteket kinyújtani. Júj! Igen, fölhúzom. Kerettem. Lassabban figyelj, csak nem tud lefényképezni benneteket Ádám bácsi, majd még ide álljál már vissza. Mi Katát is visszaállítjuk, mert olyan gyorsan lementél. Mi vagy te, drága? Hófehérke. És ki lett még hófehérke? Jöjjön már ide a hófehérke. Nézzük, milyen gyönyörű hófehérkék vannak. Hófehérke. És lassan forogják körbe. Gyönyörűek ezek a hófehérkék. Én azt mondom, hogy meg is lehetne tapsolni ezeket a gyerekeket, akik ide fölállnak a... Mi lett ki a te? Vajon ki ő? Tízis vagyok. Ő vagyok. Fordulj meg! Forogjál egyet. És van még tigrisünk? Igen. Gyere te is. Hát milyen aranyos, ügyes tigriseink vannak. Aztán, te is fordulj meg, Antika. És te is tigris vagy, ugye? Neked még itt vannak a társaid is, a barátaid. Jó, Laura. Minek öltöztél ebbe a gyönyörű? Hercegnő. Aj, de nem fordultál körbe? Gyönyörű hercegnő. Így emelt föl, így szokták a hölgyek, úgy bizony gyönyörű. Na gyere még egyszer, Katám, mert olyan gyorsan lesz, mentél az előbb, hogy nem tudott apa lefotózni. Mi lett az éger, Kata? Méhecske. És lassan fordulj meg.
Gyönyörű méhecske vagy, így már jó? Hát ez a sötét szemüveges, nem látó gyermek vajon ki lehet? Zorro. Zsolló. Zsolló. Ott, és ott az évet illetjátok, van-e még Zorro? Na gyere, álljatok már egymás mellé, kettő Zorro. Mert Levike is Zorro lett, és az, a Levinek még kardja is van. Te is fordulj meg, Levike. Ügyes vagy. Gyere, menyasszony. Hajnika? Tedd már fel a fágyát a fejére, mert azt kérte apa, hogy legyen a fején egy gyönyörű, szép fátyol. Te mi lettél, Hajnika? Minek öltöztél föl? Mert nyasszony. Forduljál szépen. Gyönyörű, szép menyasszony a Hajnika. Nagyon csinos vagy. Gyere, drága malacka, meg Mici Mackó. Na vajon ki lehet, melyik meséből? És minek öltözött föl, Vili? Malackának. Malackának. Gyere, Puskás Petra. Álljál föl, te minek öltöztél, hercegnő? Hercegnő, nem? Na, mi lettél? Anya, segítesz? Hamupipőke. Fordulj meg, és megtapsolnak anyáig. Gyere, te gyönyörűség. Aj, de csodaszép hercegnők vannak itt. Vaj, rálítél a szoknyára, föl kell emeljük. Hófehérke. Még egy hófehérke. Hófehérkéből aztán van. Három is, ugye, már a csoportban. És még egy menyasszonyunk van. Milyen jó, hogy... De arra fordulj, hogy föl tudjon venni téged a tévét. Fordulj arra. Oda. Ezt így kivesszük. Meg anya fele is fordulsz, hogy le tudjon anya téged fotózni, és ne rángd az ujjad, mert gyönyörű vagy. Anya felé, fordulj oda anyához. Volt, ő szeretne is, gyere te is, Hanna nem szeretne fölállni. Akkor Kittike következik, Levitkára majd te jössz, jó? Kittike, meg még a Pető fiú. Na nézzük, hogy Kittike minek öltözött, nézzétek csak a két ruhácskán. Kettő hamupipőkénk van, gyönyörűek vagytok. Gyere, Marcikám. Marci minek öltözött? Kámbolynak. Kámboly. Édes vagy. Gyere, légy szíves, te is, Csabi. Nincs már meg a villád, mert én még láttam a kezedbe egy villát is. Így adtam olyan. Odaadtad anyának, de elmondod, minek öltöztél föl? Mondjad. Ő? Ördögfióka vagy? Az bizony, egy ördögfióka. Gyere, hastáncos lány. Mutatkozz be. Hastáncos. És lejtesz nekünk egy hastáncot? Nem? Azt azért nem. Varázsló. Varázsló. Nagyon szép varázsló lett a Patrik Pető Dani. Gyere a Csikóval. Ó, mi lehet ez a fiú? Mi lehet? Azt a mindenit, oda nézzetek, milyen csizmája van. Gyere, Szandikám. Szandi. Hát a Szandi, minek? Csipke Rózsika. Csipke Rózsika, gyönyörű. Szebbnél szebb jelenetbe vagytok. A kislevi volt együtt az Orróval, és ki nem? Ő nem volt. Ő azért állítottam utoljára, mert... Tűzoltó szem, és én úgy tudom, hogy te zenélsz nekünk itt most valamit, Levi. Eljátszod azt a szép dalt, amit tudsz. Anya nekem súgott valamit, hogy tudsz egy szép tűzoltó szemes dalt. Játsz már el nekünk. Van kedved? Ide leülhetsz erre a zsámolyra, és elgitároznád nekünk. Olyan jó lenne. Nincs kedved? Azért ez nem jött össze. Jó, akkor most mindenki bemutatkozott már? Igen. Akkor egy picit álljatok hátrább, szépen. Ezt én kihiszem innen. Oldalra. Rá is lehet. És előadjuk a farsangi műsorunkat. Jó? No, kezdjük még egyszer elénekelni. Gyere, távolak, hogy benne legyen a te kis hangod. Gyere, te hátrább a mikrofonot rá, Szandikám, hogy most fölborítjuk. Jó? Kezdhetjük. Itt a farsangája vár, kerít.
Móka válmait ránk, pattog a tűz, sercseg a zsír, mindenki ehet, amennyit bír. Most mondjuk el együtt ki. Itt a farsang, készül a fánk, hatalmas móka válmai ránk, pattog a tűz, sercseg a zsír, mindenki ehet, amennyit bír. Paprika Jancsi. Paprika Jancsi a zöldetőben, kint cintányért a kezében. Harsog az erdő a cintányértól, Paprika Jancsi vígan táncol. Csinagata, csinagata, bum, bum, bum. Bolondbár, Vigyor Miklós verse. Bolondbárban jártam az este, az a szamárban táncsol a kecske. Három bajom húzta a nótát, vasillával ettek szamócát. Be is csípett egy-két legénye, lisztel sápot húzta a végre. Hordó lovagolt egy bohócot.
vagyunk, nincs egy csöpp tüzelőnk se, kimegyek az erdőbe fát vágni. Hát, ha találok jó száraz gajakat, jó? Itt az erdő. Szegény legény vagyok én, elzőn-mezőn járok én, rajcálom sincsen, elfogyott a pénzem. Szervusz, te szegény ember! Szervusz! Merre jársz te erre, ahol a madár se járt? Hát éppen fát vágnék, ha találnék, de találtam is egy jó vastag dörzsüt, ezt mindjárt kivágom. Mielőtt kivágnád ezt a nagy fát, látod, hogy ti eddig süllyedtem a sárba, segíts ki engem innen! Bizony, nem bánod meg? Hát, hogy ne segítek én. Nagyon jó öreg ember vagyok, meg szegény ember vagyok. Na, gyere, és ráadásul olyan szép. Tündér? Én segítettem ezt a tündért a sárból. Na is, te vágya, könyve! Ne menjen még ilyen gyorsan. Kisegítettem engem a sárból, ezt meg kell, hogy köszönjem Kennek. Megköszönjük! Szeretném megkérdezni Kentől, van-e Kennek felesége? Van, igen, van. Szép a felesége? Igen, elég taparos. És Kentek szegényeke vagy gazdagok-e? Hiszen olyan szegények vagyok, mint a templom egere, azért jöttem párvány, egy szempán sincs otthon most, kedves tündér. Na, akkor én most ezt a problémáimat megoldom. Ne vicceljen már maga, ne viszteljen már ilyenek. Azt üzenem a feleségének, hogy kívánjon hármat, és teljesülni fog. Viccel biztos ez a tündér. Menjen haza, próbálja ki, és higgyel. Hát jó, végül is az nem kerül semmibe. Fény a fejszémet meg a pipámat kínhattam. Azt be se hoztam, pedig most elhajtanám a fejszémet. Na asszony, nem kell már többet dolgoznunk, gazdagok leszünk. Jó estét! Jó estét! Váltam már Kendet, kész a vacsora. Az jó, mert igen, megéheztem a favágásba, amit el se követtem, mert találkoztam valakivel, képzelj el! Ne viccelődjön már velem! Hát pedig de! Egy gyönyörű, hófehér ruhás tündérrel. Tudja, mit mondott? Hát nem tudom, mit mondott magának. Beleragadt nyakig a sárba, és azt mondta, húzzam ki. Hát én meg jó ember vagyok, kihúztam, kisegítettem. Segített rajta? Hát jó. És hálálkodott ez a tündér? Meg is köszönte, meg azt mondta, megkérdeztem, van-e feleségem? Mondtam, hogy van. Megkérdezte szépeken, hát szép takaros asszonykám. És azt mondta, hogy kívánjunk hármat, és teljesülni fog. Na, ne viccelődjön már velem! Aztán miféle kívánságot kellene itt nekünk mondani? Hát nem tudom, de valamit kívánhatnánk, mert már igen éhes vagyok. Na, jól van. Például? Akkor kívánom azt, hogy essen ide a tányérba nekem egy kolbász. Úgyis éhesek vagyunk, nincs mit ennünk. De isteni már ehetem is, de mit kéne még kívánni valami? Dinót, ökröt, szamarat? Hát mi legyen még a házunkban? Házat is szeretnék. Hát, kertet. Ne mondja már, mit kívánjak még? Jaj, minden, ide teszem ezt a bajcomat, mert leborítottam a tálat. Ej, de ügyetlenken, hát nem tud vigyázni. Nézze most, mit csinál. Oda a vacsoránk. Nőtt volna inkább az oldalra az a kolbász. Hát ide is nőtt, hiszen ide is nőtt. Vágja le azonnal, de gyorsan. Akkor csípek egy kicsit az oldalból. Azt már nem engedem. Azt már nem. Hát, ha egy kicsit az oldalból is lejön. Nem, azt nem engedem. Inkább kívánja a harmadiknak, hogy essen le az orromról. Hát hogy kívánhatnám? Hát akkor oda az összes kívánságunk. Hát miért kérjed? Akkor mi lesz a Tinóval? Az ököle, a szép kis házunkban. Na de hát nem járhatok így kentse csókol, meg ilyen hosszú kolbászba jusszal. Jó, mit csináljak már, Kende? Kívánja vissza a tányérba. És maradunk szegény emberek, meg szegény asszonyok. Elvitt a kolbász vissza a tányérba, oda, ahol voltál. Most ebben a minutunkban. Le vagyok főve. Na, ott a kolbász, maradtunk szegények. De most tudja aztán... mit, asszonyság, dolgozunk mi továbbra is ilyen ügyesen, szorgalmasan, és akkor egyszer csak
meggazdulunk. Majd lesz nekünk minden napra kolbász. Ha már itt van ez a kolbász, ne vesszen kárba, üljünk le, együnk vacsorára. Én meghívom a tündért is, és arra gondoltunk, hogy a végén eléneklünk nektek egy vidám farsangi dalt. Ismeri mindenki? Virágéknál ég a virág. Virágéknál ég a virág, sütik már a rántott békát. Zimmel-zum, zimmel-zum, recepice, bum-bum-bum. Bíró macsa oda kapott, még a combot lopogtatott. Zimmel-zum, zimmel-zum, recepice, bum-bum-bum. Puskás Gábor későn futott, neki csak a füle jutott. Zimmel-zum, zimmel-zum, recepice, bum-bum-bum. Hát ennyi volt a kis óvónév. Melyik mese volt ez? Ki ismerte meg, gyerekek? Én. Na, mi volt a címe? Mi volt a címe? A három kívánság. Ügyesek voltatok. Most versenyjátékokat fogunk játszani a gyerekekkel, és majd egy picikét, most kérjük meg a szülőket, hogy a másik oldalra üljenek át, mert 6 kisgyerek fog versenyezni. 6 kisgyerek jöhet, jelentkezhet már porcukor nyalásra. Hatan jöjjenek ide. Csapatunk, madár fixújjel szabunk, szívünk peri nagy dolgunk, untattá. Nevetnek a lombos fák, mófusok és őszvidák, csodálják, hogy milyen vidám társaság. Mosolytva, úgy nevezzük élménynap, ne nézz bambán, ne tátsz